Sziasztok, ez itt a Bögre Csatorn, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot Ibériában. Ott a legutóbb bajtuk. Ugye az a területek megvannak, minden megvan, ahhoz, hogy lezárjuk a küzdelmet, vagy struggle-t, értitek? Egy dolog nincs meg, méghozzá a megfelelő hitek. Szóval az még hiányzik. Jelentett a kultúra is tök jó. Ez nem. Ez nagyon nem jó. Ráadásul van pár emberünk, akik igazából ragaszkodnak az ő hiteikhez, és rajtuk is múlna az egész, úgyhogy tehát ő például, ő simán téríthetne magától, de ő nem akar téríteni magától, ki tudja, hogy miért. Őt megértem, mert először vele össze kéne barátkozni, és aztán kéne ilyenre megkérni, de nem tudunk vele barátkozni egyelőre, még jó ideig. Miközben én megbetegedtem, szerencsé, hogy van egy tök jó court physicianem. Szóval megint megkérem, hogy váltson már hitet az ég szerelmére, de megjegyzem, ez nem feltétlenül így működött annak idején. És azt mondta megint, hogy nem. Szóval nem tudom, ezek már ez furi egy picit, miközben ha jól látom, hogy lecsökkent a kontroll. Tehát olyan nincs, hogy nem. Nem mondunk a főnöknek, főleg az iszlámban, hogy nem. Na mindegy, ezen múlott egyébként az, hogy sikerüljön gyorsan lezárni ezt a ránt. A kommenteket továbbra is várom, hogy mi legyen a további sorsa. Lehet, hogy majd én így előre megyek kicsit a jövőbe. Itt lesz egy időugrás itt, lehet, hogy nem, miközben a magyarok továbbra is küzdenek, de egyébként nagyon jól állnak. Valamiért itt vidint foglalják a helyet, hogy mennének a jó kis Balaton észak-észak nyugati részére. Elfoglalgatni azt a területet, de ők vidint akarják, de hogy nem állnak rosszul. Az más kérdés, hogy Moldáviára is szükségük lenne, legalábbis az erdélyi területekre is szükségünk lenne talán, de én aztán nem fogok beleszólni, hogy mit csináljanak. Elkészült a konverzió, úgyhogy most ami jön az, hát akkor Kunkát kell, mert azt ő nem fogja megcsinálni helyettem. Soha. Miközben elkészült a könyv, az Ummayad krónikák. Prestige-t ad, Renowned, Dynasty Opinion-t és Diplomatic Lifestyle Experience-et, ráadásul nem is keveset, 15% plusz, azért az elég jó. Ja, az nem szar. És itt mi tört? Ja, van valami, Court Artifact, ja, a könyv, mert igen, azt ki kéne rakni először, ahhoz, hogy elkezdjen működni. És akkor, ha bejövök a perkekhez, akkor vajon ott írja ezt, hogy mennyi a plusz most, plusz 36, ott van az Ummayad Chronicles plusz 15%. Ugye az olyan, mint hogyha 4,5 csillagos lenne a neveltetésem. Ami elég király. Oké. Okay. Most kérdés, hogy akkor mit csinálunk a későbbiekben. Vagy hogyan tovább. Még az is lehet, hogy egyszerűen csak lezárom ezt a struggle-t a következő fázisban. Ahhoz pedig az kell, hogy jóban legyek mindenkivel. Mindenkivel, aki önálló. Vagy az kell, hogy ne létezzen ez a királyság. Amihez mennyire vagyunk messze? Tehát akkor el kéne uszurpálni tőle az Asturiasi címet, ami 2/4, tehát hogy igazából két területet kéne még megszerezni, ezt a kettőt, ami szerintem ráadásul Leonhoz tartozik. Tehát egy egyszerű Reclaim Relics. Hoppá! Ilyet lehet, ha tudnám, hogy mikat adná, tehát hogyha tudnám, hogy miért megy a hírig, akkor ez még nem is lenne olyan rossz. Conquer Duchy, tehát egy ilyen háborúval simán elvehetném azt a két földet, és akkor lezárnám gyakorlatilag. Úristen, mi történik? Tutila éjszakák. A Tutila az egy nagyon problémás terület. Különböző hitek vannak ott, és különböző kormányzók. Minden egyes közösségnek megvan a vezetője, és egy ilyen nagyon bonyolult hálózata alakul ki a hierarchiáknak és a vezetőknek, ami egyszer nem folytatódhat. Ha mindannyian Allahhoz imádkoznának, akkor ez minden problémánk egyszeriben megoldódna. És növekedne a befolyásom is. Galib lépett elő, aki szeretne a Sheikdom új vezetője lenni, és tart egy bankettet, ahol a helyi vallási vezetőket levághatja, mint az haszon állatokat. I'm not a total monster. Ugyan már, srác. Kit akarsz becsapni? Szadista vagyok. Szóval... És akkor ezek a területek mind megkapják a Priesthood Slaughtered-öt, -5 vélemény. Tutila pedig megkapja a
ugye Galib Quadri megkapja a Shagdomot, az összes Shagdom gyakorlatilag megkapja a Priest of Slaughtered-ot, módosítót, megkapja a Tutila is, de 30-on növekszik a kontroll, és az asarizmusra átvált a hit, nyilván egy olyan területre, ahol amúgy nincs erre szükségem. Tehát ez annyira jó lett volna, hogyha máshova jön ki. Na mindegy. És ott még ráadásul van egy olyan módosító, hogy Popopinium minusz 25, Local Rulers Slaughtered, kapok rá egy weak hookot. Figyelj, ez nekem tetszik. Go for it. És akkor elvileg, miközben ez engem meg is gyógyított, még hogy nem vagyok totál monster, de hogy nem. Szóval elvileg ez most már szintén asarivá változott terület. Ami, mondom, nem számít bele, továbbra is kell 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. És a 7. az, amivel végeztem nemrég, de hogy, ja. Szóval az a kérdés, hogyha én már felkészülök a következőre, tehát a compromise legyen az, ahol lezárunk, az a status quo, igaz? És akkor ez lesz a compromise, és ehhez csak az kell, hogy... No wars between involved ruler, independent ruler, tehát ne legyen háború, ez nem rajtam múlik feltétlenül. És no other independent involved rulers are king or emperor rank, ehhez pedig az kell, hogy elvegyem Asturiastól a királyi címet. Bár lehet, hogy nem fogom tudni elvenni akkor sem, hogyha a területben több leszek, mert ellenséges a hitem, ebben nem vagyok biztos. És végül pedig ez azzal járna, hogy én leszek a pragmatikus, minden önálló vagy szeparált hercegség Ibériában de jure királysággá válik. Connected and competent, connectált, az összekötött és teljesen kontrollált hercegségek transfer de jure to the primary kingdom of their top liege. De jure területek alakulnak át egy picit. Minden de jure királyság, ami Ibérián belül van, és több mint 5 countyval rendelkezik, az de jure birodalommá válik. A többi királyság pedig a szomszédos birodalmakba fog beolvadni. Az Emperor of Hispania, a Hispania az permanensen elpusztul. Drágább lesz a Holy War for Duchy és a Conquered Duchy Casus Belli. Kapok 10 000 ismertséget a házamnak. És Enforced Truce Interaction, megkapjuk a Compromise tulajdonságot, és a Regional Strongholdot. Ez amúgy talán az, ami a legjobban így megváltoztatja a látképet itt Ibériában. Szóval még az is lehet, hogy ki fog írni egy szavazást, hogy mi legyen ennek a vége, hogy menjünk-e még újabb, nem tudom. Tehát most tart a játék 83 éve, szerintem ugye lesz az, hogy 90 körül, tehát egy fázis 45 évig tart, és két fázison kell átmenni, tehát újabb 90 évet játszunk el ebben a mentésben, és úgy, hogy közben gyakorlatilag nem csinálunk semmit, mert hogy ahhoz, hogy az legyen, azt választhassam, amit eredetileg akartam, ahhoz most már mindenem meg lesz. Vagy pedig menjünk ezzel a másik fajta megoldással. Rising Militarism, Promise Liberation, Unprecedented Shadow of Al-Karaz, az hol van? Aha, azt el kéne foglalnom? Nem hiszem. Megöletem Hishamot, minden vazallus, befejezésben vazallus veszít 10 véleményt velem. Bocs, de ez tűnt a legjobbnak. Közben kifejezhetünk a Bannust is. Ami azért fantasztikus, mert ez nem az, amire most szükségem lenne. A bánusz ad nekem... Találkozzanak az utódaink? Muszáj, mert ambiciózus vagyok. Szóval a bánusz ad nekem... És nálunk rendezik meg ezt a találkozót. March Feudal Contract, köszi. Teljesen haszontalan. Levy Reinforcement Rate plusz 15%. Ez nem feltétlenül borzasztó. Viszont ami kéne nekem, az ugye nyilván a Plenary Assembly, ami még mindig 8 év. És úgy látom, hogy jó barátok lettek az utódaink, viszont ez a legtöbb, ami adható. Tehát nem kaptam meg a diplomácia perket, sajnos érte. Te még mindig ilyen nagyon drágán vállalod? Igen. Akkor ebből nem lesz páncél, akárhogy is nézem. Oké, okay. Ja, az lesz amúgy, hogy ki fogok írni egy szavazást.
Ugye most lemegy az a rész, most van hétfő, nem kedd. Csütörtökön lemegy a másik, és mondjuk pénteken kiírom a szavazást. És a keddi rész már ennek a fényében, vagy legkésőbb a csütörtöki részen, vagy legkésőbb az utána a keddi rész ennek a rész fényében fog készülni, mert szerintem addig még nem fog lezárulni, vagy ha igen, hát akkor meg hamarabb kiírom a szavazást, figyeljetek. Lehet, hogy ez után a rész után már kijön. Legyetek résen, azt hiszem ez a legfontosabb, amit lehet ebből tanulni. Oké, kire szeretne a barátom lenni? Te szeretnél a barátom lenni? 57%. Azt hiszem, ő volt az, aki így 0%-ot írt kezdetben. Szóval örülök, hogy meggondolta magát. De akkor legyünk tényleg jó barátok. Most jelenleg van 2 darab barátom, pedig nagyon próbálkozom. Ugye az egyik az a legnagyobb földes úr a környéken, Baha. Vagy Baja. A másik pedig a legkisebb földes úr a környéken, aki Santa Maria Ibn Harun vezetője, Rashid Sheikh. Milyen task finished, control task finished. Nem csökkent valahol még a control, mert most olyan zavarba ejtően lecsökkent a hadseregem száma. Nem, a területeimen elvileg mindenhol nagyon kiváló a control. Akkor commandereket képez már, légy szíves. Miközben az Ausztról nézze, akárkik létrehoztak egy frakciót ellenem. Mozarabik populisták. Ja, nekik alapvetően nem túl jó. Lojalitás vagy félelem? Szerinted? Szerinted mégis? Melyik? Segítek, szadista vagyok, szóval. Ahogy is jut eszembe, szadista vagyok, ami azt jelenti, hogy meg tudom öletni a fiamat. De nem öletem meg, mert bármikor történet marasán bármi a 18 éves fiammal, viszont őt ki kell házasítani, sőt, hogyha most lehetne, akkor adnék neki egy földet is. Csak nem lehet. De keresünk egy jó asszonyt. Ez a 11, 12, 5, 7, 5, és közben Hail. És hoz egy jó szövetséget is. Al-Quilával. Ami ugye közel is van, kicsit haldoklik is a csávó, de két hél lánya van, tehát akkor ott a nagyokat mennek a genetikák. Azt nézem, hogy ő muvaladi. Teljesen így ennyire hátraszorultak a keresztények. Figyelj, akkor legyen ő. They are related. Shhh, hagyjad már. Mit tudsz te arról? Ki mondja ezt? Ki szerint? Genetikus maga, hogy kiszámolta? Visszajel, gondolom, nem akar vazalusom lenni. Nem. Al-Quila amúgy akár lehetne is. Olyan nagyon messze nem áll tőle. Hát azért ilyen 130-140-re kéne növelni a véleményét. De nem tragikus. Nem akarok terjeszkedni arra. Közben az igazság. Elhívtak egy újabb bulájba. Megint erről a területről. Nem tudom én miért vagyok ennyire népszerű ott, de állandóan hívogatnak partizni. Azt nézem, hogy itt megszerezték, nézd, de csak Samurt. Ami azt jelenti, hogy igazából csak egy kell, hogy ellophassam az Asturiasi királyi címet elvileg. De közben azt mondja, hogy cannot usurp a title from someone who considers your faith to be hostile verse, while they control any of his deure lands. Itt igazából meg nem. Tehát ő mindig királynő fog maradni. Nem is nagyon tudok ez ellen semmit csinálni elvileg. Miközben rájöttünk egy titokra, és a titok az nem más, mint hogy Samira és Emir Saladák összeszűr a levet. Ő a brother-in-law, tehát a brother-in-law, tehát akkor ő a én feleségemnek a testvére, mondjuk. Igen, itt a feleségem, Malika. Oké, ez fantasztikus. Köszönöm, hogy csökkentettétek a stresszemet. Ezért már mindenképpen megérte. És vége a bulikának, Eagle Reveler lettem, ami mindig nagyon jó hír. És akkor most járunk ott, hogy 837/1000 az Iberian Struggle állása. 914 óta tart ez a hostility fázis. Tehát igen, akkor jól ki lehet számolni viszonylag, hogy 867-től 914-ig tartott az első fázis, ami barátok között is egy ilyen 50 év. A második, amúgy kicsit kevesebb, 45 átlag szerintem amúgy ez tök jó. Mármint, hogyha azzal számolunk, az így reális képet ad. Mert aztán 914-től 952 lesz 955 is, mire befejeződik, és az is egy ilyen 40 év. Ez kicsit gyorsabban haladt most ez a fázis.
tartsunk udvart. Hát ezúttal jön bárki más. Mert akkor ugye egy ember jött, az csá. Child of Court. Tele vagyunk már gyerekekkel, Delilah. Légy szíves, nehogy. De ezt már megbeszéltük. Nehogy már állandóan kölyköket ide. Aki ő a fiam és az új felesége. És azt mondják, hogy Valila Mencia próbálja elcsábítani a férjét, tehát az örökösömet. Az nem jó, kidobjuk a srác, vagy az asszonyt, vagyis bebörtönözzük. Valila Mencia. Oké, most ebben tudom börtönözni, és csak menjen innen el. Nem fog elfogadni, szóval csak menjen innen el. Őt ismerem, ő az, aki nem akar átállni, vallásilag. Each of your vessel paste then text to you... Text? Text, igen. Vagy pedig veszedek 285 forintot. Extra taxisből amúgy lemegy minusz 15 direct vessel opinion. Nem. Legyen inkább, veszitek pénzt, az most nekem van. Viszonylag jól. Oké. Okay. Plusz 15. Renegéd. Igen, ő elmenekült. Nézzetek, milyen szép háttér. Új típusú börtön háttér. Szóval ő elmenekült valahova, Angliába menekült el valamiért, de legalább nem tudja elcsábítani a férjemet, szóval. Vagy nem a férjemet, a fiamat. Szóval nem lesz egy ilyen kis bastard probléma. Remélem, hogy most ezt így sikerült csirájában elfolytani. Én tök sok barátja van a fiamnak. Igen, az Irgen Ibn Akutlával akkor lettek barátok, mikor jöttek látogatni. A lányom még a barátja, a másik lányom és egy random vazallus. Ott te, az te vagy? Lamegónak a polgármestere vagy intézője. 1281 forint, amit vissza lehetne forgatni. Talán az udvarban közben... Az történik, hogy Fast Quadrid csatlakozhatna hozzánk. Ja, ők ilyen vallási népek. És azt keresik, hogy hol van egy lefejezett prófétának a feje. Hát keressük meg. 30% az esély rá. Nem kaptunk, nem találtuk meg a fejet, sajnálom. Fegyó már van, arra nincs szükségem. Viszont a Grandeur-t azt nézem, hogy most lecsökkent 10-zel, de elkezd visszafelé növekedni. Lehet, hogy kicsit feljebb lehetne vinni egyébként. Most már azért elég nagy udvar vagyunk. Most ez konkrétan alig több, mint egy aranyba fáj. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyen akkor minden jobb. És akkor azt jelenti, hogy egyedül a Middling Lodgings-ban, tehát a Lodgings-ban az elszállásolás nem tökélet, nem azt mondom tökélet, de hogy az kicsit le van maradva, de a többi az már utolsó előtti szinten van, ami azért elég király. És szerintem úgy ki tudnánk fizetni a többit is. Nem nagyon nagy befektetés ez. Small Harbor. A Development Growth miatt tudod, mit megkapod a fejlesztést. Ugyanezt nem lehet-e megcsinálni mondjuk itt. Itt van Algeciras, ahol már van egy Fishing Net Weaver. Trappings of Majesty, ezekre nincsen szükségem. Köszi. Itt van egy üres terület. Közben eretnekek jelentek meg Jeruzsálemben. Mutazilizmus. Ez remekül hangzik, tényleg mi újság arrafelé? Survey completed. Szalma végzett egy szétenézést. Azt nézem, hogy jól megkövérettem, basszus. Plusz 10% adó, mert rájöttek, hogy igazából többet kéne fizetnem. De hogy jól meg kikerekedtem. Ez nem tudom, mikor történhetett. Mennyi vagyok? 44. Igen, már lassul a metabolizmus sajnos. Ez egy ilyen biznisz. Miközben sorra váltanak vallást itt az abbaszidokon belül. Illetve még azon belül is a... Na, sikerül lebontani? A Jeruzsálemid emirátus. Jeruzsálemid emirátusban ők ilyen mutazilizmus siták lettek, vagy olyasmi. Hát sok sikert. Láthatóan nem tudunk semmit ellene tenni. Szóval hajrá. Go crazy. Mennyi van még nekem?
ebből, Plenary Assembly-ből. Még mindig 8 év, de az hogy lehetséges? Hát 8 év volt, 9 év volt, 10 éve is. Az Alamakom nem lett sokkal butább, én határozottan nem lettem sokkal butább, szóval... Nem tudom. Közben viszont mismanagelték a populációt. Hol is? Ó, oh, itt. A fővárosomban nem szeretnek. Minusz 30. Ez egyszerűen fantasztikus. Pedig megvédtem a bor és a szőlőtermő vidékeket, úgyhogy nem tudom mi a hiszti tárgya. Ide még jöhetne egy military camp. Dominak lesz against side of ends of ice peace. Várják, kik harcolnak? Közben persze rakjunk le egy military campet. Nem, rakjunk le egy pastoral lenzet. Szóval kik harcolnak? Te harcolsz? Nem. Shagdom of Kalat. Igen. Te harc? Nem te harcolsz. Kurtoba harcol. Át akarja venni. Vagy el akarja azt foglalni. Azt nem kéne. Mert így becsatlakozott oda. De nem baj, tehát hogy ne csináljunk ilyet, mert hogy Mulina alapból én nem akarom, hogy ő területeket nyerjen, hiszen ő moralista. 155 pénzbe kerül, és 150 prestige, vagy 155 pénz. Én most rájuk parancsolok, hogy álljanak le az arcukkal. Nagyon örülök neki, hogy ez sikerült, meghallgatták a szavamat, így kell hallgatni a főnökre. Ha legközebb kérdem, hogy légy szíves, váltsál vallást, akkor ugyanilyen lelkesedéssel mondd azt, hogy igenis főnök, megértettem, abszolút igazad van egyébként, sajnálom, hogy ilyen hülye vagyok, hogy nem sikerült elsőre, hogy átmenjen a kérés. Amúgy, ugye ő mondtam, hogy ez a dude, ez maradjon önálló, de úgy látszik, hogy valószínűleg önként is dalova csatlakozott hozzá az Emir bácsihoz. Secret letter lost. Somewhere in your realm has learned one of Abdul Karam. Abdul Karamnek megtudták a titkát. No. Várj, most a barátom lett végül? Nem lett a barátom, mi? Valamiért nem megy nekem ez a... De, a barátom lett. De jó. Akkor mégiscsak megy a barátkozás. Ő már alapvetően a barátom. Te nem is akarsz. Igen, te nem is akarsz. Igen, nem már barátom. Nem tudom, ki lehetne még. Mondjuk, hogyha elkezdek ilyen, mondjuk vele barátkozni. Mit tudom én? Birodalman kívüli emberekkel barátkozni. Akkor annak meg lehet amúgy majd az eredménye. A friendly council, each of your friendly relation gives you 2 random skill point. Ez úgy látom inkább Marshallban jött le. De az jövőben is hasznos lesz. És azt nézem, hogy megüresedtek a pozíciók. A chief kádi pozíciója. Egy elég jó ember jöhet az ő helyére. És talán ő volt, aki itt volt, akkor tutor is. Ebben nem vagyok teljesen biztos. High Almoner. Lehet, hogy High Almoner volt még. És meghisztam. Amúgy igen, tehát, hogy láttam én is a karakteren. Nézzétek, egy csomó zenészünk lehet. Nem túl jó zenészek, de ettől függetlenül zenészek. Szóval nem hagyhatom ki ezt a lehetőséget. Király. Tartsak-e vagy bulájt? Vagy vadászunk? Hol van Cole Hunt? Vadászunk. Elég jók a szolgálóim, szóval nem elérhetetlen az, hogy tök sok prestige szerezzek belőle. Most jelenleg a 6000 a cél egyébként. Meg is van a 6000 prestige. De hogy 6000-ért azt hiszem, hogy nincsenek reformok. Van 5-ért meg 7-ért. De lehet, hogy van 6-ért 1 vagy 2. Ezt nem zárnám ki. Köszönöm, megnézzük, hogy itt mi a helyzet a vallással. Tehát, hogy ezek a területek, Santiago az egy keresztény. De ő nem annyira része a struggle-nek. Vagy interloper a struggle-ben. Nem tudom pontosan miért. Ez valószínűleg a kultúrája miatt, mert Asatru Norse. Wow, nem tudom, mit csinálsz itt, srác, de nagyon eltévedtél. 230 prestige játékként azért a vadászatért, plusz a 75, mikor elindultunk. Asturias, vagy Asturias, igen, az keresztény nyilvánvalóan. Alcuela az nem, tehát az muszlim. Barcelona keresztény,
Taifa, tehát ez a Sarakwasta, akármicsoda, ez is muszlim, Navarra keresztény, Vizcaya keresztény, és akkor így azt jelenti, hogy elég nagy előnyben vagyunk. A területek, ugye, térítések szempontjából nem, de a többi szempontból igen. Eléggé nyerjük ezt a struggle dolgot, és a végén tényleg muszáj leszünk kompromisszumot kötni, mert ez van, gondolom. Ha esetleg az opportunity-re átmenjünk, akkor lehet, hogy tudok majd szervezni ellene megint ilyen lázadást. Mert most túl sok katonája van hozzá. Sajnos én nem tudok olyan háborút indítani, hogy szétzilálni az országát. Pedig igény az lenne rá. Reclaim Relics War. Milyen relikviáid vannak neked? Hát ez egy eléggé bare bones terület. Akkor a zsebedben vannak ilyen nagyon fontos relikviák? Vagy ott a hátad mögött? Ott volt valami, az ott, az a cucc, az mi? Excellent tapestry. Ez tök jó lenne. A másik lehetőség, hogy nála vannak cuccok. Ez a Warhammer. Plusz 2 lovag, 11 prowess. Ez mondjuk így. Nincsenek klémensek, tehát valószínűleg ez nem az lesz. Hugbert kardja. Hát valószínűleg ez sem. Nem tudom, mi lehet az, amiért tudok háborút indítani, tehát milyen reclaim, mert a reclaimről van szó, tehát nem is az, hogy ellopni tőle, hanem hogy kérem szépen. You take ownership of all Muslim artifacts that are held by the non-Muslim vessels. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Ilyen tök jó lenne, hogyha egy kiírná, hogy srác, ezek a cuccok. Mert ez így eléggé zsákba macsa, szóval nyilván nem fogom beadni, mert butaság lenne, én úgy érzem. De tényleg elég furcsa dolgok zajlanak. Közben átnézzünk a kedvenc területünkre, a Kárpát-Madencébe, és Borogönző Tyranny of Grand Princess Zoltán. Nem nagyon megy ez neki, az a helyzet, de majd Antal megmenti a napot. A moldáviaknál mondjuk még rosszabbul állnak. Ott Tarkacus van, és Salamon érkezne a helyére, de hát ebben nem vagyok biztos, hogy ez meg lesz. Most ez egy olyan háború, ahol Fülöpöt akarják ráültetni a trónra, mondjuk ő is Árpád, és csak neki nincsen fia, mert Ernőke meghalt fogságban. Sajnálom, mikor pontosan? 942. Hát már egy ideje. És azóta így nem érezte szükségét, hogy egy Ernőke 2-t így összehoz, igaz? Hát jó, te tudod. De akkor mit vergődik ott? Nem értem feltétlenül. Mindegy, megpróbálok közben lefogyni. Hátha. Introduce new fashion at court. Ez egy dolog. Magas diplomáciában próbáljuk meg. És nem történik semmi, igaz? Ez az esemény. De a fashion and feuds nem értettek meg. Tehát ez arra volt, hogy kapjak 30-as stresszt, veszítsek 350 prestizset, és 35 véleményt valaki veszítsen rólam. Ez a gomb, amit így nem akarsz megnyomni. Soha. De nem értem, hogy ennek mi a célja. Mármint értem, hogy valószínűleg kaphatsz érte valamit, hogyha így elég magas a diplomáciád, de annyira nincs odaírva semmi. Ez olyan, mintha egy rossz mod lenne konkrétan. Tehát egy ilyen gagyi típusú modot raktak volna be. Vagy valaki belemodolta volna, és így ott hagyta volna, hogy jó. Akkor mindegy. Elkészült a teavíz, megyek lefőzöm a teámat, eddig érdekel ez a sztori. Na nem baj. Még egy dolog, ami nem tudni miért van benne, de benne van, szóval most már így csak kerülgessük, mint a kutyaszart. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a mára, innen folytatjuk csütörtökön. Sziasztok!